Valahogy a magyarok így vannak berendezkedve, egy kicsit mindenki korrupt szerintem. Beleégett már az emberekbe. A Transparency International kutatása szerint Magyarország az Európai Unió legkorruptabb állama. Hogy lehetne visszaszorítani a korrupciót? Ezt rendszerváltással, kormányt eltüntetne a francba. Ha hinnénk jobban az Istenbe, mindenki úgy élne, hogy a tíz parancsolatot követi, akkor ilyen nem fordulhatná elő. Valaki politikus. Ez legyen ugyanúgy tisztség, mint annak idején Széchenyi, illetve a nagy magyarok korában. Ők se kaptak érte pénzt. Miért kell nekünk pénzelni ezeket az embereket?